kihez fordul az ember, ha bajban van, ha öröme van? A családtagokhoz. Ha szülőkének, akkor a szülőkhoz. A szülő az, akihez fordulhatunk bármilyen gonddal, bajjal, problémával, illetve meg tudjuk osztani az örömünket is. Szoktam mondani, hiszen nekem is 2 fiam és 4 unokám van, a gyakor boldog a szülő, ha látja, hogy a gyermekei, az unokái boldogok. Nekem az udvaromon lakik 2 fiú, aki most középiskolás, és mindig követem őket, hogy mi van a sorsuk, mert amikor kicsik voltak, hozzám jártak logopédiára, és úgyhogy szembe laknak, ugye kicsit hozzám is nőttek ezek a gyerekek. És egyszer csak amit tapasztaltunk, hogy elváltak a szülők, és költözött el a mama. És amikor ott hordták le a holmit, a 2 gyerek lent az udvaron, ott segédkezett, és akkor az egyik úgy megállt az udvaron, és azt kiabálta föl, hogy ha ez így megy, akkor én sosem nősülök meg. És akkor meg egy ilyen kis általános iskolás volt. Hát mert neki is döbbenetes volt, hogy az anyu elköltözik, és ők mit maradtak. Na most azért ezt egész másképp fogja a családra gondolni. Szoktam nézni a televízióba, és abból nagyon sokat szoktam tanulni, mert nagyon sokat vitatkoznak, veszekednek, összemennek, széjjel mennek, elválnak. Alig 2 hónapig élnek együtt, és azért hát lehetne boldogságba is élni, és nem rögtön azonnal egybe költözni, és nem is ismerik lényegében egymást. Hát, és ezt nem szoktam javasolni, nem tartom jónak. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.